Fiatal alkotók munkáit mutatja be a Híd folyóirat július és augusztusi száma. Ez már a harmadik alkalom, amikor kizárólag pályakezdők írásai töltik meg a híd hasábjait. Elárnyedve fekszem mellett a tengerparton vagy a Dunánál, és fogom a kezed, vagy fogod a kezem, mindegy. Ebben a két számban mintegy 45 fiatal alkotó jelenik meg. Vannak szépírók, tehát prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, eszéírók és képzőművészek is. A Kátai Tanya amfiteátrumában péntek este mutatták be az új lapszámokat. A szerkesztők Berényi Emőke, Patócs László és Sági Varga Kinga koordinálásával. Más, hogyha a szerző egy ilyen félhivatalos, vagy talán lazább hangvételű lapszámban mutatunk el felolvasnia, mint hogyha egy intézményesített jellegű, nagy Isten színházban, vagy valamiféle ilyen hivatalosabb helyen kellene bemutatkoznia. Csillogó betűk hirdetik a portékákat. A júliusi Dombos Remix irodalmi tábor idén szerényebb volt, ezért is tartották fontosnak a megálmodók a nyár végi folytatást. A hídkörösök bemutatkozásán kívül még számos irodalmi tartalmat rejt a hétvége. Lesznek szarajevói, zágrebi, veszprémi, kikindai vendégeink, akik az első világháború emlékezetét, illetve hát a történelemtől kezdve a felelősségen át sok mindenről fognak beszélgetni, de ezen kívül sok más programunk is van, rengeteg irodalmi beszélgetés. A nyár végi posztdombosolás a Kátai Tanyán vasárnapig tart.